22 évvel ezelőtt, 2002-ben rendezték meg először a Múzeumok Éjszakáját. Az eseményt azóta is jellemzően a Szent Iván éjjelét követő szombaton ünnepeljük, ami idén június 22-e lesz, és természetesen a Tragor Ignác Múzeum, sőt a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény is részt vesz rajta. A közös szervezés eredményeképpen 7 óra alatt, 7 helyszínen, mintegy 30 programmal ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Hogy pontosan milyen programok ezek, erről fogunk beszélgetni a következő percekben a két intézmény igazgatójával, Koncz Kingával és Fehérváriné Tóth Helgával. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönjük. No, hát az egyik szlogen az az, hogy egy karszalag, ezer élmény. Mit takar ez pontosan? Milyen élményekkel gazdagodhat az, aki kilátogat a Múzeumok Éjszakájára? Szerintem egy teljes élménnyel, mert gasztronómia is lesz, kiállítások is, zene is, bűvészkedés is, séta is, különleges sétra csak erre az alkalomra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki most hozzánk eljön, akkor kihagyja a pesti tömeget, és itt nálunk tölt egy gyönyörű estét. Különböző helyszíneken. Hogyan jött létre a közös szervezés? Kinek a kezdeményezésére, vagy hogyan szerveződött a közös munka? Azt hiszem, hogy nyitott kapukat döngettünk, tehát hogy már a tavalyi évben is felmerült a hivatalos együttműködésnek az ötlete, a gondolata, akkor még ez így nem tudott megvalósulni. A Váci Egyházmegye részéről akkor a Püspöki Palota, mint egy turisztikai helyszín kapcsolódott be, ahol vezetett látogatások során az előre jelentkezők, a szemfülesek körbejárhatták és megtekinthették ezen a különleges estén. De egyébként a Helgában gyakorlatilag egy nagyon együttműködő és nagyon, nagyon proaktív társra talált a két intézmény, és úgy alakult idén, hogy minden programunkat összehangoltuk, és a jegyvásárlás, a jegyértékesítés is együtt zajlik. Az nálunk lesz, tehát a Pannónia házba lehet már elővételben jegyet venni. 3000 forint a felnőtt és a diák 1500, illetve a Memento Mori kiállítóhelyen nyitvatartási időben 10-től 6-ig lehet jegyet venni. Kicsit fejtsük ki, hogy milyen helyszíneken és milyen programokkal várjátok az érdeklődőket. Jó, már 4 órától indul, a Pannónia házban is, illetve a Memento Mori kiállítóhelyen. Élő történelemvezetések lesznek, Mars és Vénusz csatája, illetve kézműves foglalkozások. Bőrös foglalkozás, kanálkészítés, úszadékcápa, kavics szobroka vagy kavics kis alkotásokat lehet készíteni. Régészeti homokozó, fémkeresőzés lesz. És lesz egy nagyon izgalmas jelmezversenyünk lesz, egy reneszánsz jelmezverseny. Egyéni, csoportos, gyerek, felnőtt kategóriánk vannak, aztán nyilván lesznek még külön díjak, és ezek díjazásban fognak részesülni. Lehet előre is nevezni, illetve elég, ha csak a helyszínen valaki betoppan. És lesznek, eljön hozzánk Szlávik Juli, egy neves jelmeztervező, aki most csinál egyébként egy amerikai kosztümös filmet, úgyhogy nagyon tudja azt, hogy hogyan kell ilyen korhű ruhákat akár színház, akár filmre tervezni. Ő mesél arról, hogy a reneszánsz korra mi volt jellemző, és ma például filmeseknél vagy színház esetén ezt hogyan adaptálják. Úgyhogy ilyen trükkökről fog számolni, ez 5 órától lesz. Lachegyi Imre jön hozzánk reneszánsz muzsikát adni a kiállítótérben, a Kékházban, illetve malacot fogunk sütni a Bátori 550 kapcsán, már többen megismerték az udvarunkat, most abban az udvarban lesz ilyen malacsütés, illetve más ilyen reneszánsz finomságokat lehet megkóstolni, szintén a Farm ételműhelynek a segítségével, vagy és még ráadásul mesélni is fognak a Fodor József, illetve a Németh Ádám kollégám mesélnek arról, hogy a reneszánsz korban mit tettek, illetve arról, hogy ezt ma egy mostani konyha, egy mostani ízvilághoz hogyan kell adaptálni. Emellett aztán lesz itt is koncertünk az Elefántos Házban, Orbán Boriéknak az együttese, ő egy egykori pikét és diák, kurátori táravezetéseink lesznek, a Pannónia Házban pedig a Kolotkó kiállításban lesz a Szabó Sándornak és Major Balázsnak egy orientál projektje, egy ilyen különleges keleti hangvételű koncert, ahol ülni lehet a Kolotkó szobrok körében, egy ilyen rendkívüli alkalom.
illetve ott is lesz egy bizsú koncert. Ott lesz bűvéssú is, az alkimista fog mesélni, és különböző tárlatvezetéseink lesznek, illetve lesz egy régészeti séta, három állomással, három különböző ember fogja tartani, 7 órakor fog indulni a Szent Mihály altemplomtól, elmegyünk a várhoz, ugye a vár volt a reneszánsz idejében a vár, a kilátóhoz, és a hegyes torony, a középkori városfal maradványán lesz a harmadik helyszín. Ezt csak erre a éjszakára készítettük, és egy különleges kiállítással is készülünk. A újdonságokból, amiket az NKA pályázatokon nyertünk, illetve idén, amiket a régész kollégáink találtak, abból lesz egy ízelítő most a Műemléki Házban bemutatva. Ez a sosem látott tárgyak bemutatása? Igen. Itt ez milyen tárgyakat ölel fel, mit takar? Hát például Tragornak az írógépét sikerült megszereznünk, ez egy fantasztikus dolog, ugye Tragor Ignácio a múzeumnak a névadója, illetve hát amit idén találtak a földből a kollégáim. A jelmezversenyre, hogyha egy picit visszatérünk, ott mindenki jöhet a saját kis ruhájában, gyerekek, felnőttek, és akkor lesz egy zsűri, aki értékeli. Vannak bizonyos kritériumok, hogy minek kell feltétlenül megfelelnie? Nyilván egy igazi korhű reneszánsz ruhát nehéz megcsinálni, de ha már hasonlít egy kicsit egy ilyen, nem tudom, reneszánsz, mondjuk egyszerű ember is lehet, de ha egy kicsit visszamegyünk az időbe, valamennyire tud egy hangulatot teremteni azzal a ruhával, annak már az már el fogjuk fogadni. Tehát akkor az idei évet, vagy az idei múzeumok éjszakáját átszövi a reneszánsz év éven, tulajdonképpen. Mikor kezdődik az utolsó program, hány órakor? 10:30-kor. Úgyhogy tényleg hosszú éjszakánk lesz. És az egyház művészeti gyűjtemény mit kínál a kedves látogatóknak? Mi két helyszínen készülünk, azaz az egyik a Püspöki Palotában lesz ilyen önálló bejárás, délután 6 óra, illetve este 9 között szabadon látogathatják a látogatók, tehát ugye a saját tempójukban, nem csak vezetéssel, ez egy ilyen különleges alkalom, illetve a március 15-et ér 4 szám alatt, tehát ahol az egyházművészeti gyűjtemény található. Mi is elég sok programmal készülünk, most nem a reneszánsz jegyében, hanem picit jobban ragaszkodtunk magának így az esnek a tematikájához, mert minden évben egy ilyen szlogen, vagy egy ilyen igéje van, most ez a gólpassz volt, amit vélhetőleg az EV bajnokság fog meghatározni, tehát hogy ilyen sok mindenki focizik, legalábbis agyban, addig is, amíg egy picit így a kultúrában megmerül. Ezt próbáltuk így egy kiszolgálni, vagy hogy azoknak sem kell lemondaniuk a kultúráról, akik végül is úgy döntenek aznap este, hogy múzeumba jönnek. Délután 5 órától kezdődnek, 4 órától az ifjúsági, családi gyerekfoglalkozásaink, és a felnőtt programjaink pedig délután 5 órától kezdődnek. Ez sok mindent felölel, tehát igyekeztünk így a családokat is úgy egyben tartani, olyan értelemben, hogy van nyomozós játékunk, egy csapatban játszunk, ez a mi mennyei 11-ünk, tehát a férfi szentek alakjait adaptáltuk focis kártyákra, és mindenféle kis információkat kell begyűjteniük a gyerekeknek, a szüleiknek, és ehhez lehetőség szerint a kölcsönkért szülői telefonnak a segítségével tudhatnak meg minél többet ezekről a kiválasztott alakokról. Illetve lesz csocsóbajnokság a múzeumnak az átjárójában, ilyen kapurarugási kísérletek, és egy picit így szerettük volna közelebb hozni a sportot is, mint egy ilyen evangelizációs lehetőséget, tehát ilyen módon is ezt mindenféle programot csoportosítani felé, vagy köré, illetve lesz néhány vezetés, tematikus vezetés és az említett időszaki kiállítás, ami ugyancsak egy részben kapcsolatban áll a focival, ennek az esnek a mottójával, Prokop Péter stílusgazdag életműve, a pap, a festő és az író. Ez a címe a kiállításunknak, egy kölcsönzött gyűjteményből, tehát a Budai Irgalmas Rendi Kórháznak a gyűjteményét fogjuk most a saját tereinkben adaptálni. Aminek az az érdekessége, vagy különlegessége még, hogy a Prokop Péter, aki hosszú időn keresztül több mint 5 évet töltött Rómában,
fotistákat is festett, illetve miután időskorában hazatérhetett Magyarországra, akkor ezeket a gondolatait, megfigyeléseit a sportpálya mellett így ki is hangosította, illetve az írásaiban rögzítette, és ezekből is szemelgettünk ehhez a kiállításhoz. Nálatok mikor kezdődik az utolsó program, ahová becsatlakozhatnak, hány órakor? 9 órakor, tehát úgyhogy remélem, hogy majd mi is még be tudunk kapcsolódni a kollégáknak, a társmúzeumoknak a programjába, a búcsút megnézhetjük. Hogy érzitek, hogyan sikerült a közös együttműködés, jövőre esetleg folytatjátok? Szerintem nem kérdés, hogy folytatjuk. Persze. Igen, biztos vagyok benne. Azt hiszem, hogy minden szempont tudott érvényesülni, tehát mind a programokban, mind azokban a kedvezmények, amivel a karszalagok, azok összekötik ezeket az intézményeket. Sőt, még talán azzal akartam kiegészíteni, hogy a karszalag használata most egy kedvezményt is biztosít a Püspökvác kávézóban fogyasztó vendégeknek is, tehát hogy jövőre ugyanígy folytatnánk szívesen. Legyen így. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.